Ismét nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Keleti Blog legújabb adása, ahol már a rég megigett Warburg egyhámos került terítékre. Egyes, mert kint vagyunk a városban. Lámpa, index, és kezdetét veszi. Warburg menet próbánk. Érdekes, az embernek olyan érzése van egy picit, mint egy hatalmas bádog dobozba ülne, ami tulajdonképpen igaz is. Tényleg megmaradt a Warburg, ami jellemző is volt, ez a ilyen berezgés. Igen. Meg hogy visszhangzik belőle az egész bódé. És ez is erősíti ezt az érzést bennünk. De egyébként, tehát úgy, mint Warburg, igazán nem is mondanám annak, hiszen, mint tudjuk, egy 1.3-as Volkswagen licenszű motor hajtja, de azért a legfőbb jegyei, mondhatjuk úgy, megmaradtak, mert a szögletes lemezkarosszéria, különálló alváz, viszont a motor, illetve a sebességváltónak az átdolgozása ebben a járműben egy kicsit érdekesre sikerült, de hát ha felnyitja az ember a gépháztetőt, akkor láthatja, hogy valami nem oda készült eredetileg. Hasonlóan, mint az 1.1-es Trabantoknál, de ez hozta ugye a berlini fal lerombolása. Hát valami újat kell mutatni a gyárnak, hogy az emberek ne pártoljanak el a márkától. Hát. Nem sokan segített már ez a Trabanton se egyébként. Se a Trabanton, se a Warburgon, de egyébként nem lett egy rossz konstrukció, én azt mondom. Vannak azonban dolgok, amiket mondjuk lehet jobb lett volna fejleszteni. Gondolnék itt például a fékre, ami még ebben az autóban se szervófék. Márpedig ha megnézzük a hasonló kategóriájú autókat, mint mondjuk teszem azt egy Lada Samarát vagy egy Skoda Favoritot, azok már felszereltem modellek voltak. De ha már most így kitértünk erre, akkor hasonlítsuk egy kicsit a társ modellekhez. Mondjuk, ha itt nézem a Samarát, én Samarát ugyan még nem vezettem, de ahogy hallottam, megvan annak is a maga komfortja, ugyanígy a Warburgnak is. Ugyanis ezt is úgy rövid távon legalábbis kényelmes vezetni. Hosszú távon, amit én kritizálnék, de ez megint csak egy személyes tapasztalat, de hát ezt mindenki maga dönti el, hogy az ülés pozíció az, hát, hogy is fogalmazzak. Nekem elég kényelmetlen, ugyanis a hátnak a közepét azt támasztja az ülés, viszont középen meg nem tart. De egyébként ezt én most hogy mondod? Hát hosszú távon én tavaly nyáron megtettem 100 pár kilométert egy ilyen autóval, és akkor bizony elég keserves vége volt az utazásnak. Mert elfárad az ember háta, nem tartja semmi. Viszont legalább a lábunkat ki lehet nyújtani nagyjából. Igen, amúgy a tágassággal nem is lenne semmi baj, hiszen ugye ebből a változatból is készült kombi, tehát a turiszt változat, de még a limuzin is hatalmas volumenű csomagtérrel rendelkezik, valamint az utastér is elég tágas. Fűtése jó, a hátsó ülésekre azokra tényleg nincsen kifogás, azok kényelmesek, csak úgy, mint a legtöbb autóban. Azonban az elsőkben én ezt kritizálnám, amit az előbb említettem. De egyébként úgy az utazási összkomfortja az nekem nagyon megfelel. Picit tényleg maga az ülő felület is annyira lágy, hogy szinte az ember egy minden egyes kátyúnál megrugózik, hát gyakorlatilag. Tehát igen. A Warburg ülések közül már csak amikbe ültem, az a régi, de hát amit már mutattunk is be korábban, a 353-osok közül is még a fejtánon nélküli ülések, azok a, tehát valóságos fotelek, pláne ezekhez képest,
A szocialista autók közül is, hát egyértelműen, hogy a Dacia-nak van a legkényelmesebb ülése, de másodikként én azt a Marburg ülést kategorizálnám, mint legkényelmesebb. Akkor nézzünk egy gyorsulást, persze csak úgy szolídan. Elindulunk. 20. 40. Nyomja. 60. Négyes. És... Ez az 1.3-as motor még jól húz, tehát még 100 felett is még érződik, hogyha az ember nyomná, neki még lenne hova gyorsulnia. Ezt egy nagy előnynek felsorolnám, meg a... ami még jött, mint előny ezzel a motorral, hát nyilván a 4 ütem. Tehát a 4 ütemű motor révén nem kell már keveréket használni, ráadásul olmazatlan benzinnel kell tankolni. Ez még, ha jól emlékszem, a 90-es gyártású Warburg. Ezt még onnan lehet megismerni a korai típusokat, hogy hátul a típusjelzés a jobb hátsó lámpa felett van. Az újabbaknak már csak a bal hátsó lámpa felett a csomagtér fedél sarkán van egy 1.3-as felirat. Hát azokon hátul van nincs is Warburg felirat. Ezeken még van. Műszerfalra, ha ránézek, még az is árulkodik, hogy ez egy korai példány, hogy a későbbieknek a jobb oldali óracsoportban, illetve a műszercsoportban az odáfotónak egy külön visszajelzőjét találjuk, ennek még nincs ilyen. A beltérrel kapcsolatban még, amit elmondanék, hogy az viszont marad, hogy ebbe sincsen kesztyűtartó, csak egy ilyen rekesz, tehát már fedéllel ellátott kesztyűtartó az nincsen. Ami egyébként egészen nagy. Hogyha ennek ellenére lehet belemagolni bőven. És van mind a vezető, mind az utas oldalán. Ja, tényleg, most látom. Lényegében a kortársakhoz, de hát a 90-es években, amik voltak, ha hasonlítjuk, hogy mik is voltak, de volt a Warburg 1.3-as, ha szedánt nézünk még, akkor a Lada 1003-ast tudom még mellé sorolni. Tehát az 1003-as szíjas kockaladát. Egyéb kategóriában még az 1.3-as Samara, illetve a szintén 1.3-as Skoda favorit. Ami még járt így a négy ütemi motorral, az amit mondtam, a nyomozatlan benzinnel is lehetett már üzemeltetni. De egyébként még alapjában véve egy jó konstrukciójú motor. De teljesen OAC rendszerű. Ráadásul hidraulikus szelepéz a kiegyenlítéssel. Tehát ezen már nem kell szelepézagot állítani, mint társain. Teszem azt mondjuk például egy Ladán. De ebben ez a konstrukció sokkal korszerűbb volt. Meg egyébként útfekvése is jónak mondható. Már most egy sík úton megyünk. Teljesen jó. A vonal vezetése, illetve az egész autónak a lényegi részei küllemében maradtak. Elől a szabványokhoz igazodva a műanyag ütközők, továbbá hátul már a szabványoknak megfelelő hátsó lámpatestek. Elől továbbra is a szögletes fényszóró, ám a kontúrvonalba illeszkedő oldalindexek. Hát egy viszonylag modern forma, de azért látszik rajta, hogy ez egy átdolgozott. Egy régi formának a ránc felvarrottabb verziója. De nem mondanám egyébként rossz autónak, használható.
Tetszett a videó, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, illetve kövessetek minket a Facebookon. Sziasztok! Amely egészen 60-as évek közepétől gyártásban volt, és egészen 1990-ig, tehát a rendszer felbomlásáig élt. Szinte mindenki látott, ült, hallott IFA-t.